Gustavo, etc. Vendégeinket, a régi és az új kedves klubtagokat, és meghívott vendégeinket is. Puzsgai Balázst, a Pannó nyugdíjas klubtagokat. Zsámbó Kiné, Budai Annát, Dr. Kukoleri László polgármester, Borod Zoltán iskolaigazgató, Nagy Péter volt címzetes elnök urat. Megkérem a polgármester urat, hogy szíveskedjék megtartani és megnyitni az ünnepélyünket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, klubvezető asszonyt, elnök urat, elnök asszonyt, minden szeretett kedves vendégünket, igazgatókat, de leginkább a klub jelenlegi, aktív, régebbi, akkor aktív és vagy örök aktív, örök ifjú tagjait, mert mindig öröm egy olyan rendezvényre, egy olyan helyre jönni, ahol azt látjuk, hogy valami nem csak elkezdődik, hanem kiteljesedik. Nagyon örülünk annak, amikor egy egyesület szárnyakat bontogat és elkezdi munkáját. Amikor néhány ember összegyűl egy jó cél érdekébe, és ott úgy érzi, hogy majd tenni egymásért és másokért. Úgy gondolom, hogy ennél a klubnál már messze nem erről van szó, hiszen 35 év az nagyon hosszú. Az alapító tagok közül már nem sokan vannak. De mindig megújult ez a klub, és mindig képes volt saját magát megújítani, saját magát kiteljesíteni, és én úgy gondolom, hogy egy olyan biztonságot adni a klubtagoknak, hogy a hétköznapok minden szürkeségében mindig legyen egy biztos pont, egy nap, egy hétfői nap, amikor tudják, hogy összejöhetnek, akkor tudják, hogy egymással találkozhatnak, megoszthatják egymással bújukat, bajukat, bánatukat, örömüket, és jól érezhetik magukat egymás között. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos azért is, mert így visszatérve a mindennapokhoz, tudják élni aktívan még a saját életüket. Nyilván az életkorból fakadóan már nem olyan fürgén, nem olyan tetrekészen, de én úgy gondolom, hogy én annak idén édesanyám révén tapasztaltam, hogy minden életkornak megvoltak azok a szépségei, megvannak azok a szépségei, amelynek örülni kell, és amelyen belül a maximumot kell kihozni, és lehet kihozni, én úgy gondolom. Az is nagyon örömteli, hogy ez a korosztály sosem felejtett el a fiatalokat is, hogy azok odafelé mindig megvoltak a jó kapcsolatok, meg is maradtak ezek a jó kapcsolatok, és így az ifjúság is láthatja azt a jó példát, hogy az időskor az egy állapot, és az idős ember az érték. Az idős embernek a tudását, a tapasztalatát azt meg kell becsülnünk, és tanulnunk kell tőlük, hiszen nincs arra időnk, hogy minden saját magunk felfedezzünk, amit ők kitapasztaltak, megtapasztaltak, azt nekünk hasznosítani kell, azt nekünk meg kell fogadni, és az aktuális korhoz kell igazítani. Úgyhogy még egyszer is köszöntöm Önöket ezen a jeles alkalmon, ezen a jeles ünnepségen. Örülök, hogy ilyen szép számba megjelentek, eljöttek, elfogadták a meghívást, és nagyon jó szórakozást, nagyon kellemes délután kívánok. És engedjék meg, hogy virtuálisan a klub valamennyi tagjának, jelenlegi és volt tagjának a klubvezetőn keresztül vagyunk csak át egy csapatban. Thank you.
még egy emléket szeretnék a klubnak átadni. Tudom, hogy van egy úgymond szalaggyűjteményük, és hadd kössem rá az önkormányzat szalagját is azért, hogy majd 35 év múlva is lehessen látni, hogy 35 évvel ezelőtt is itt volt. Nagyon sok szalag van hátra.